Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt a Rex to Riches nevű sorozatomnak a következő része, és nagyon izgatott vagyok, hogy több pénzt kereshessünk ebben az epizódban. Ó, vannak is szentimentjeik a lányoknak. Az előző részben egészen jól haladtunk, mint látjátok, van egy nagyon jó kis házunk. Ezt el kéne takarítani, de nincs hova elraknunk. Viszont van 517 szimólamunk, ami tök jó, és egyébként írtátok, vagy hát valaki írt a kommentben azt a tippet, hogy vegyünk szimikapszulákat és adjuk el egy asztalon, mert azokkal sokkal jobban kereshetünk. És ebben a poén, hogy nagyjából előtte fél órával néztem random videókat a YouTube-on a kiegészítőről, és abban is azt láttam, hogy azokban a szimikapszulákban elég drága cuccok is lehetnek, olyan, mint egy time capsule, és hogyha kinyitod, akkor lehet benne ritka, ami nagyon-nagyon sokat ér, és hogyha egy ilyen nagyon sokat érő szimikapszulát eladunk egy olyan asztalon, mint amin eddig is mindig árultunk a Rex to Riches sorozatokban, akkor bizony nagyon-nagyon meggazdagodhatunk, és erre fogok játszani ebben az epizódban, mert rájöttem, hogy a kötögetéssel nem fogunk messzire jutni, sajnos, mert nagyon-nagyon ritkán van esélyünk arra, hogy valaki megvegye a termékeinket. Az Ecolifestyle-ban is van egy ilyen asztal, és azt szeretném használni, mert mindig ugyanazokat használtam eddig, és ez valahogy olyan sokkal profibbnak tűnik. Nézzétek meg, mennyivel jobban néz ki, mint a korábbi asztalkáink. Na, szóval ezen fogunk árulni. És elmegyünk, befektetjük a maradék 117 szimoleonunkat egy-egy szimi kapszulába, hogyha találok automatát a környéken. Bár nem biztos, hogy fogok, úgyhogy lehet meg kell várni a fesztivált, ami elvileg pénteken fog kezdődni itt, de addig is mindenféle dolgot ki tudunk majd árusítani ezen az asztalon. Be is állítom azt, hogy 300%-os markup legyen, de sajnos ezt most nem tudom beállítani, mert még nincsen rajta semmi cucc. Viszont te folytathatnád a kötögetést addig is, amíg nincsen szimi kapszulánk, amit eladhatnánk, te pedig folytathatod a fotózást úgy, ahogy eddig. Sajnos szórakozásra lenne szükséged, illetve egy kis zuhanyzásra, take shower, illetve amit elfelejtettem a korábbi részekben, hogy beállítsam ezt Tiny Home Residential-nek, és akkor kielveszhetjük a különböző bónuszokat. Így gyorsan próbálom utolérni magam az elmaradt teendőkkel. Csinálunk egy új hotpotot. Egyelőre csak magunknak. És legyen ez, mert ez olcsó, de ezt csináltuk korábban is, és ezeket kirakom ide az udvarra, hogy ne itt bűzölögjenek a házban, és ne érezzék rosszul magukat a szimek ezek miatt. Jó ez az zuhanyzó egyébként, mert nem akarják kihessegetni mindig a másik szimet a házból, hogyha ezt használják a szimek, és ennek nagyon-nagyon örülök, és szükségünk lenne egy alvásra is, úgyhogy most szegény Melanit hagyjuk aludni, és Mizu a hotpottal. Nem szeretnél hotpotot csinálni, amit mondtam neked? Úgy ügyes vagy, szuper. Sajnos így most már nem tudunk két szimit venni, csak egyet, mert elköltöttük az árát. Knitting project complete. Nagyon-nagyon ügyes vagy, kérlek, add ezt el. Vagy hát list on propsy, ami megint csak pénzbe kerül. Csatlakozzunk a hotpothoz, mert úgy látom, hogy mi is megéheztünk közben. No. Jól néz ki ez a kaja amúgy, még mindig megenném. Stanley hív minket, és az a kérdés, hogy válaszolunk-e neki, természetesen válaszolunk apukánknak. Remélhetőleg nem akarja, hogy hazamegyünk, mert mostanában nem fogunk. Ó, hello, itt vannak az automaták, akkor tudunk vásárolni szimiket. Figyú, akkor te egészen jól leszel az ebéd után. Bár neked is kell egy kicsit aludni, de mivel te vagy a kötögetős csajszi, ezért te fogsz vásárolni szimi kapszulákat. Ez lesz az új biznisz projekted, vagy biznisz terved, amit szeretnél megvalósítani. Melyik a te ágyad? Te ágyad ez, úgyhogy ott aludjál, légy szíves. És húzzunk bele egy kicsikét, mert nem érünk rá egész nap. Vendégünk érkezett, Olive Thinker, az anyukánk. Hello, Olive! Ne haragudj, de nem szeretnénk most veled társalogni. Tőle örököltük az arcunkat egyébként, csak örököltünk hozzá egy kis Stanley-t is, és úgy már nem olyan szép, mint amilyen anyukánké volt sajnos. A kettőjük keveréke valahogy elég furcsa kombinációt adott. Ó, boly, valaki meg akarja venni a cuccunkat.
Természetesen, akkor ezt mindenképpen kiszállítjuk. Gyorsan. Apukánk már úgysem fogja tartani a vonalat, úgyhogy nem fogunk tudni vele beszélgetni. Anyukánkat azért behívjuk. Invite in. Felajánlhatnánk, hogy csatlakozzon a hotpothoz, de azt már befejeztük, úgyhogy erről lemaradt egy kicsikét. Vegyünk akkor Simi kapszulát. Mit csinálsz, go home? Ne menj haza, hanem vásárolj Simi kapszulát, légy szíves. Miért érzed magad ilyen jó a hotpot nostalgia? Szuper, goodbye. Elment a kis szomszédunk, és kezdünk nagyon álmosak lenni. Hú, várjatok, beragadt a kis Simi kapszulánk. Nem akarom, hogy meghalljon amúgy Blair, mert ebbe elvileg meg lehet halni, hogy magunkra döntjük az automatát, és remélem, hogy ez nem így lesz. Oké, szuper, kijött ezek szerint. Still stuck? Nem már. Gondolom, morcosak vagyunk ezek miatt. Én is morcos vagyok, kedves Blair, hiszen az az 50 szimolón az nagyon-nagyon sok pénz. Jaj, sikerült! Nyissuk ki, remélem, hogy valami értékes lesz benne. Egyébként olyan jó ezeket kinyitogatni. Egy Jasmine Holiday-ünk van, vegyünk még egyet, illetve hát még kettőt. Ez egy kétcsillagos, ami remélem azt jelenti, hogy sokat ér. 50-et ér csak, de háromszoros áron eladva az már 150. Nyissuk ki ezt. Golden Jasmine Holiday. Ez ugyanaz, mint a másik, csak aranyszínű. Wow. Nem, olyat nem vehetsz. Azt nem engedtem meg. Nem már. Mit akartál venni, Sheik? Akkor már ezt ki. És pont annyit költöttél, hogy már ne tudjunk venni új Skimmy kapszulát? Jézusom. Uh-oh. Mondd, hogy ebben nem fog most meghalni. Oh. Hú, szerencse. Rosszul vagy tőle cserébe? Igen, megsérültél. Sorry for themselves. Rosszul érzi magát emiatt. Nem biztos, hogy most meg kéne rázni még egyszer, de kockáztatok, viszont ezeket átadjuk a testvérünknek. Mielőtt még elveszítjük ezt a sok-sok értéket. Szuper, megszereztük, amit vettünk, és mit vettünk? Egy green tea-t. Gratulálok, erre költötted a pénzünket. Nos, jó. Akkor kell keresnünk minimum 4 szimóleont, hogy új Simi kapszulákat vegyünk, úgyhogy ezeket így szépen berakom ide, és neked megmondjuk, hogy stock table. Ó, nagyon kell aludnod, akkor aludj egy-egy gyorsan. Anyukánk felzabálta az összes kajánkat. Ennek nem örülök. Ide jön, és a nincstelen gyerekeinek megzabálja a kajáját. Úgy képzelem, hogy valami nagyon messzi országból származnak egyébként. Tehát, hogy az eco-lifestyle-os ország az valahol messze van, és anyukánk tök sokat utazott, hogy meglátogathasson minket, és nem pont erre számított, hogy itt tartunk ennyi idő alatt. De hát sajnos ez van. Jó, Melanie felébredt, egész jól érzi magát, sajnos ez a hotpot megromlott. Kéne csinálni újat, viszont az pénzbe kerül, és én azt nem szeretném. Úgyhogy egy kicsit éhezzetek, hamarosan lesz konyhánk, ígérem. Menj ki és fényképezz. Erről a két fáról nagyon szép 5 darab képet tudunk készíteni. Amiket eladhatunk. 111-et érnek. A kérdésem az, hogy vajon ezeket a fényképeket el lehet-e adni take photo azon a kis állványon, amin festményeket szoktak eladni a szímek. Mert ha igen, akkor nyilván ott is beállíthatnánk egy 300%-os markupot, és eléggé meg tudnánk gazdagodni. De hogyha nem, akkor meg pénzkidobás lenne venni egy olyan állványt. Lehet, hogy az csak festményekkel működik. Egyébként így minden fotózás alatt egy 100-est keresünk, az azért elég jó. Mindjárt befektetjük Simikbe. Mit fényképezzek még le? Ott a kis bambuszkákat. Sajnos így, hogy nem érezzük olyan jól magunkat, nem olyan jó minőségűek a képeink. Mit csinálj addig, fiú? Próbáljuk meg eladni a Simiket, Tentébó. Tudom, hogy rosszul vagy. De amíg a testvéred
alszik, addig ezt megcsinálhatnád. És ő meg megy és vesz nekünk még szimikéket, amint felébredt. Hello, szomszédok! Vásárolnátok tőlünk szimikéket, kérlek? 1200! A mindenit! Mennyire jó, úristen! Emberek, meggazdagodtunk. Simi bizniszt kell nyitni, ennyi. Ez a kulcsa a vagyonnak. Na most ezt a pénzt mindet Simibe szeretném fektetni, de itt lefényképezünk egy pár embert, mielőtt ezt megtenném. Mert a testvérünkkel szeretném vetetni a Simi kapszulákat. Jó, gyorsan intézd el, amit szeretnél. Úgy ügyes vagy, veled pedig továbbra is fényképezni szeretnék. Take photo of rólad. Olyan szép ez a Sim. Egy kicsit szomorú, de szép. Úgyhogy remélhetőleg nagyon sok pénzt fog érni a képe. 122 bizony, elég sokat ért. Csináljunk még egy fotót róla, mert ő olyan modellnek tűnik. És igen, a játékom mindig nagyon akad a sok-sok fényképezés után, sajnos. Úgyhogy ez egy ilyen bagos meggazdagodási módszer. Na, most már sokkal jobban érzi magát, úgy látom. De bármilyen bagos is elég hatékony. Csináljuk azt, hogy valamit szórakozz ezzel a csajszival. Legyen ő a legjobb barátod, mert úgy hasonszőrűnek tűnik. Így hozzánk képest. És egy kicsit beszélgessetek vicces dolgokról. Nem adunk neki ajándékot. Mit képzelsz magadról, Melanie? Nincs mit adnunk neki. Talán ezzel jól fog szórakozni egy kicsit, viccelődni, meg ilyesmi. Ő most nagyon-nagyon jól érzi magát egyébként. Teljesen elégedett így a környezetével, meg azzal, hogy új barátai lettek. És én nagyon büszke vagyok rá. Menjünk vissza ide a kis vending machine-hez, és vásároljunk Simi kapszulákat. Most már csak unottak vagyunk, ez remélhetőleg javítja az esélyeinket, hogy ne halljunk bele a vending machine támadásba. Ezek mindig beragadnak? Miért ilyen nagy gyakorisággal ragadnak ezek be? Csinálhatnának egy kicsit jobb minőségűt is. Jaj. Still stuck. Nehogy ránk dőljön. Oké, megszereztük. Nyissuk ki. Open. Mit kaptunk? Egy yamachant, ami nem ér sokat, de nem buy purchase, Simi capsule. 25-öt ér. Nem már, kevesebbet ér, mint amennyire vettük. Na végre, nem ragad be. Ez valami jó, nem? Buddy Simi, nem, ez is csak egy csillag. De most már visszakaptuk. Ne legyél mérges. Szuper, nyissuk ki. Ez egy Jasmine Holiday, és ennél miért nem kaptunk animációt? Jó, tudom, hogy ilyet már kaptunk, de azért én igénylem ezt a kinyitási animációt, mert olyan aranyos. Ez egy kék. Mi azt jelenti, hogy nem tudom, de ez három csillagos, és Father Winter-t kaptuk. Imádom Father Winter-t. Imádom, hogy Sims 4-es kis karaktereket ábrázoltak ilyen kis bábunak. Annyira cuki. Hú, ez sárga. A sárgát még nem nyitottunk. De, mert a goldok azok a sárgák, úgy látszik. Princess Cordelia. Ő a Windenburgi. Vagy Windenburgi, bocsánat, kis szellem. Ó, megromlott az üdítő, amire elpazaroltunk egy csomó pénzt, de visszakapjuk az árat, úgyhogy tök jó, ezek szerint garanciális volt. Jaj, ne. Nehogy feldöntsd. Megkaptuk? Nem. De megkaptuk. Open Simi capsule. Hello? Ó, ez is egy yamachant volt, úgy látszik. Mert abból most kettő van. Még egy kék. Ez egy gold buddy. Nem veszel kaját. Te mit csinálsz közben? Tök jó, ott elszórakoztok. Jól van.
Az előző epizódokban úgyis a testvérére, Melanie-ra fokuszáltunk, inkább most fokuszáljunk Blairre. Ez így fair szerintem. Ha már ikrekkel játszok, hogy egyszer egyik őjük van fókuszban, másikor másik ójuk, mindegyikökkel tudjunk élni egy kicsikét. Zoe, Simi, Madame Zoe. Mennyire cuki. Nem veszel abból semmit. Ő hány csillagos? 3, wow, open. No. Vegyél még sokat, jó? Addig nyitogatok. Ó, ez megint valami olyan, amink már van. Olyan buddy. Imádom ezt az animációt, egyébként tök aranyos szerintem. Még mindig be van ragadva. Hogy csóvált a fejét és nézett ki a kamerába. Imádom. Tök együtt érzek. Még mindig? Nem már. Tudom, éhes vagy, aranyom. Mindjárt építünk nektek konyhát, csak el kell adni a Simiket, jó? Oké. Okay. Ja, hallottam, hogy leesett. Igen, Open Simi Capsule, valamilyen arany, valamit kaptunk. Gnómot. Oké, okay, ez esetben. Gyere ide haza. Ezeket bepakolom ide. Úristen, mennyi pénzünk lesz. Ez egy áldás, ez az ötlet. Hogy ezzel meg lehet gazdagodni, stock table. Te mennyire vagy éhes? Nem nagyon ezek szerint ettél valamit, akkor ne te stockold a table-t, hanem te csinálj valami kaját. Mert megérdemled. Amiért nem haltál meg. A vending machine-ektől. Üdvözöljük apukánkat, szerintem bejöhet. Hotpot for one. Vagy csináljunk egy hotpotot apukánkkal. Most Melanie itt marad árulni, de apukánkkal kajálhatunk valami finomat. Ten table és start a yard sale. Ellenőrzöm, hogy továbbra is 300%-os profittal dolgozunk. És már kezdődhet is. Na tessék vásárolni, Simek. Ezer! Úristen! Nem tudom, melyik ért ennyit, de tök jó. 100. Hát... Nye. Az nem ért olyan sokat. 200. Na hihihi, figyú, start a yard sale. Nehogy elmenjetek, emberek, még itt van portéka. Ez az, ez is 400-at ért. Milyen jó a rucia a néninek. 100. Mm. A 100 az nem olyan jó. Azok gagyik. Azok kis olcsóak voltak. Tényleg csak a ritkákat éri meg eladni. Igazából. Vagy hát 300%-os... 1200! 300%-os profittal igazából mindegyik megéri, mert többet fogunk kapni, mint amennyit... Plusz egy ezres, wow! Mint amennyit ráköltöttünk, de akkor is... Azért a 100 meg az 1200 között nagyon nagy a különbség. Ezt az egyet már vegyétek meg, léci. Olyan házunk lesz most, ha végérnek a yard sale-nek. Oké, és mehettek haza. Mi pedig mehetünk gondoskodni a szükségleteinkről. Kicsit tehetünk ebből a hotpotból, hogyha... Jaj, nem. Ha még hagytak nekünk. Nem tudunk enni belőle utólag. Csak amíg tartott a hotpot. Nem már. Ez esetben, mielőtt bármit csinálnék, átalakítom a kis házukat Build and Buy módban. Szeretnék belerakni platformokat, mert most ilyen platform megszállott vagyok, hogy végre van a játékban. Szóval ide rakunk egyet szépen, ops. Így is úgy is körül kell keríteni, újra fallal úgy látszik. Itt lesz a fürdőszoba, ami így a mini konyhából fog nyílni. Ez lesz a nappali rész. És itt lesz a két szoba. Még nem tudom, hogy milyen elrendezésben. A kedvenc ajtómat szeretném lerakni. Tudom, hogy ez egy nagyon drága ajtó, de olyan jól néz ki. Szép, modern, úgyhogy ezt fogom választani. És itt fogunk tudni bemenni a fürdőszobába. Tudom, hogy nem túl higiénikus a konyhából bemenni a fürdőszobába. Vagy lehet ez a mini nappali, és lehet itt a konyha. De akkor meg a konyhából megyünk a szobába.
Ki az úgy jó lesz, és akkor inkább ide rakom a konyhát. Szeretem ezt a szép fekete pultot, amúgy hiába az a legolcsóbb esküdtök jól néz ki. Ott lesz a sütő, itt meg lesz egy hűtő, illetve egy mosogató. Mert ez nagyon fog kelleni nekünk. Food quality nem túl jó, gondolom. De nem baj. Szeretnék egy laptopot nekik. Szórakozáskép. Nézzük meg, hogy le tudjuk-e burkolni a házat. Oké, csak egy darab lépcsőt tudok rakni, hogy fel tudjanak jutni a színek egyelőre. De semmi probléma, mert hamarosan gazdagok leszünk úgyis. Ó, milyen szép, teljesen funkcionáló házunk van, majd szerzünk olyan táblát, amivel levehetik a cipőjüket. Vehetnénk egy darab szimit, addig a testvéred meg fényképez, hogy vehessünk több darab szimit. Aztán fel kell takarítanunk a telkem, ez nagyon fontos. Ott van egy nyilvános WC. Nem már. És mennyit kerestem az elején, és hogy örültem volna, hogyha lett volna nyilvános WC nekik, de nem találtam meg. 210 király. 88, hát ez nem ér sokat, de gondolom azért, mert feszültek vagyunk. Elmehetsz majd játszani a laptopodon. Az egy kicsit fel fog vidítani, feltételezem. 71, egyre rosszabb az átlagunk. Mindegy, ebből már tud venni egy pár szimit a testvéred, úgyhogy have quick meal, és legyen mondjuk cereal. Ezt most gyorsan bevágod. Játszol egy kicsit a gépem. A play game blick block, aztán alszol. Úgy. Yay! Vegyünk még szimi kapszulákat. Ezt kinyitjuk. Na, vajon milyen lesz, milyen lesz? Egy Princess Cordelia. Olyanunk már volt. De ez nem baj. Úgy is eladjuk. Na, Golden... Feather Wintert kaptunk, az nagyon jó. Feather Winter elég ritka. Ugye ő háromcsillagos, úgyhogy valószínűleg ő az lesz, akiért olyan nagyon sokat fogunk kapni, amikor eladjuk az asztalon. Kéne vennünk jobb ágyakat is a csajoknak lassan. Na, lássuk, mi a következő. A következő beragadt. Ó, megsérültél, sajnálom. És így nem is tudod kiszedni? Dehogy nem. Nagyon remélem, hogy nem fog meghalni. Remélem, annak azért kicsi az esélye. És úgy döntöttem, mert a Rex Turicsiszben mindig meghal valakim. Hogy mivel ketten vannak, ha valamelyikőjük véletlenül meghal, nyilván nem akarom egyikőjüket sem megölni. De ha valamelyikőjük véletlenül meghal, akkor ezt beleszövöm a sztoriba, és nem fogom megmenteni, nem fogok mentés nélkül kilépni és elkezdeni előről, mert egy kicsit az is csalás, és hogyha már így ketten vannak, akkor legalább akkor ne. Hogyha egyedül van, akkor gondolkodás nélkül megmentem, mert ugye tovább akarom vinni a generációkat. De így, hogy ikrek, így szerintem belefér. Oké, nincs több pénzünk, úgyhogy hazamegyünk, és ezeket szépen eladjuk. Menj el haza. Nem veszel... Aj! Nem veszel üdítőt. És még be is ragad. Gratulálok. Ezt nem szedjük ki, ne haragudj. Melanie tök jól van. Lassan kiszórakozza magát. És mehet is aludni. Te éhes vagy és álmos. Te is egy gyors kaját ehetnél. Mixed lunch, azt nem. Have quick meal. Még hozzá cereal-t. Aztán csinálhatsz egy olyat, hogy feltakarítasz. Aludhatsz egyet. És én kipakolom a kis szimi kapszuláidat ide. Oh boy, valaki meg akarja venni a cuccunkat természetesen. Eladjuk neki. Love day! Oh. Nem valószínű, hogy bármelyikőjüknek is találunk most párt, de majd próbálkozunk hát, ha. Tudod mit? Te is el tudod adni őket, most már egészen jól vagy.
Csinálunk egy olyat, hogy tend table, aztán pedig start a yard sale. Na, ezek mennyit érnek? Featherwinter biztos vagyok benne, hogy sokat ér. Így nem tudom megnézni, sajnos. Voting is now open. Szavazunk kéne valamire. Ezres, jaj! Szavazunk kéne valamire, hogy nehogy valami hülyeség nyerjen, csak azért. Te mit képzelsz magadról? Azaz, vegyétek a cuccainkat. Még a Featherwinter megvan, de úgy látszik, hogy a Golden elment, és az volt az ezres, talán. Nem merül a Golden Featherwinter. Kihív minket. Na, no. Köszi, Piper. 200, jaj! Nem beszélgetünk, Blair, áruljuk a portékánkat, elmúlt a yard sale, úgyhogy ezt elkezdjük újra. Melanie felébredt és éhes. Még garden salad. Jó, csinálhatsz. Remélem nem egy személyes adagot csinálsz. Cserélniük kell majd. Ó, megcsináltad a salátát, és neki az valami más tenni. Sims logika. Vegyen már valaki valamit, léci. Oké, ezt szépen elmosogatod. Nem tudom, hogy miért a fürdőbe. Azt mondták a frissítésben, hogy ezt orvosolták, hogy ne a fürdőbe akarják elmosogatni a cuccokat a szimek, de szerintem ez nem jött össze. Na, 400-at keresünk, ez tök jó. Lecseréljük a testvérünket, mert ő elég ramatyul van. Ő elmehet mosdóba. Zuhanyozni. Megeheti a... mit készítettél, a salátát, és aztán elmegy aludni. Te pedig szépen kiárusítod itt a dolgokat. Jobb kedvel valószínűleg gyorsabban menni is fog. Featherwinter 2000! Simoleon tért, az arany Featherwinter szerintem. Oh, hello! Szerintem neked van feleséged, de szimpatikus vagy nekem. Van kedved a következő apukának lenni? Majd csinálunk rólad pár képet. Akiyama. Kik akiyamák még? Mondd, hogy te nem... Ó, jó, akkor nem a legjobb barátnőnktől vennénk el a férjét. Te Itó vagy. Ő az Akiyama, szóval gyerekei is vannak, ez elég szomorú. Na jó. Akkor talán nem vele fogunk összejönni. Hello, Fater, gyere be nyugodtan. Nem azt mondtam, hogy te bemehetsz, hanem hogy apukádat behívhatod. Festival of Light has started. Come celebrate the stars and wish for a bright future. Nem tudom, hogy elmenjünk-e. Igazából elmehetnénk. Megcsinálom ezt a kaját. Most van egy csomó pénzünk, szóval egy kicsit fellélegezhetnénk. Beteg vagy? Oh, jaj. Akkor vásárolnunk kell neked gyógyszert. Szóval van elég pénzünk ahhoz, hogy egy kicsit fellélegezzünk, és elmehessünk ünnepelni egy fesztiválra. Úgyhogy amint elkészítettem az ételt, elmegyünk. Ott is biztos lehet szimiket venni. És akkor Fini, vagy Fini, drága kis jó, egy szimoleont kaphatsz. A testvérünk jól lesz szükségletileg? Igen, mind a ketten nagyon jól vannak. Ó, és megihatod a gyógyszeredet természetesen, ha már megvettem. Nem akartam hozzáadni. Hanem meg akartam inni. Apukánk jól kiszolgálta magát itt az ételből. Kéne kinti kuka is. Na, milyen jelenleg nyerésre a Clean Energy Production és a Self-Sufficiency Foodies Unite? Ezek közül igazából mindegyik nagyon-nagyon tetszik. Ezek közül bármelyik nyerhet. Örülök, hogy nincs itt a Juiced Community vagy a Free Love. Úgyhogy ezt most elengedem, nem fogok szavazni, nem pazarlom a pontjaimat, amikor teljesen mindegy, hogy mi fog nyerni. Na, itt viszont, itt van valahol a Festival Show, Festival Info, és természetesen megyünk is. Elviszük Blair-t, Kaorit, Megumit. Jöhet a apukánk is igazából, anyukánk is, Piper is, meg Jazlyn is, mindenki ott lehet, jöhet ez a... Ó, ennyien mehetünk, jó, hát akkor ennyien megyünk. Szupi, van itt egy csomó kajáda, és van itt vending machine is, de csak ruhát lehet venni erre a fesztiválra, illetve kaját, meg egyéb felszerelést, ami engem nem igazán érdekel. Szóval, nem tudunk itt szimikéket venni, viszont tudunk itt sakkozni, tudunk grillezni, és mit tudunk még csinálni? Hike around with mindenki, akivel együtt jöttünk. Ó, nem tudunk mindenkivel, akkor a családdal és a legjobb barátokkal. Ó, ez tök izgi.
Hamarosan a ruháikat is át fogom alakítani egy kicsit, csak kell hozzá egy tükör, vagy egy szekrény, és azunk még nincsen. Ó, milyen szépen felöltöztek a kis tradicionális ruháikba. Ezek a színek. Mehetünk? Skacok. Induljunk. Ó. Hogy sétíznek. Jazlyn nagyon csajosan közlekedik. Úristen, ezt a lépcsőt meg tudjátok mászni, ez tök meredek. Mi vagyunk a leggyorsabbak, ez egyértelmű. Lecserélték a cipőiket? Nem. Akkor rajtunk csak véletlenül van ilyen hikingolós cipő. És közben tudunk társalogni, mondjuk a kis barátainkkal. Deep conversation. Úgy látszik, ez nem lehet. Ezt nem lehet együtt. Hallottam tűzijátékot. Ti láttátok a tűzijátékot? Nyilván, hogyha én nem, akkor valószínű ti sem, de... Lehetséges. Lehetne itt tábor tüzezni. De egyébként ez egy uncsi fesztivál, mert nem sok aktivitás van. Tehát oké, itt kiöltöznek ezek az emberek, be lehet nekik mutatkozni. Lehet kívánni valamit. Na, ez viszont érdekes. Megvárjuk, míg végig sétálnak. Miért álltatok meg? Körülnéztek? Na jó, én ezt meguntam, majd ti most itt sétáltok, mert akarok kívánni. Ez most jobban izgatott valahogy. Mékev is véd a testvérünkkel. Ő is jön, a többiek meg hikingolhatnak tovább, hogyha akarnak. Inkább vegyük ki a kis részünket itt a fesztiválból. Siessetek, skacok, nem érünk rá egész nap. Véget ér a fesztivál, mire ide értek. Mit lehet kívánni? Ilyenkor nem mondhatom meg nekik, hogy mit kívánjanak. Ez így nem jó. Tudjátok, van az a kút. The festival will end in one hour. Nézzük, ahogy ő táncol, szerintem. Jézusom. Mi folyik itt? Táncoljunk közösen. Egy kicsit interaktívabb is lehetne ez a fesztivál, úgy gondolom, hogy a fesztiválokat nem dolgozták ki túl jól ebben a kiegészítőben. Hogyha emlékeztek, azért a City Living-es fesztiválok elég királyak, hiszen ott össze lehet így házasodni, lehet árulni dolgokat, meg lehet különböző versenyeken részt venni, meg csak ki lehet öltözni és beszélgetni ezekkel az emberekkel, akikkel amúgy is találkozunk a városban. Illetve lehet kajálni. Szóval ezek ilyen uncsi kisvárosi fesztiválok szerintem. Viszont ezek a fesztiválok nagyon jók különböző sztori mesélési funkciókra, mert elég jól néz ki, ahogy együtt lógnak a színek, és tök király, ilyen kis közös program, hogy lenéznek ide, beszélgetnek, kiöltöznek, kirándulnak, stb. Csak aki nem ilyen sztoris játékos, annak egy kicsit furcsa lehet. Love Day was awful. Hát, sajnálom, skacok. És még Simiket sem lehetett itt venni, úgyhogy szerintem menjünk haza. Gyorsan kielégítjük a kis szükségleteinket, ha már így hazaértünk. Te ehetsz valamit. Aztán te is elmehetsz mosdóba, hogyha a nővéred végzett, vagyis a hugod végzett a zuhanyzással. Ó, neki állt elkötni valamit. Hát jó, végül is nem baj. Vannak new szentimentjeink, vagyis hát új szentimentjeink. Made a wish together at the Festival of Light. Ez a Melanie velünk. Blairnek pedig azok a szentimentjei, hogy összehozott minket a hiking és a hotpot. Tök jó. Megvárom, míg ezt megköti igazából. Négyet találtunk a Penny Pixiesnek köszönhetően, és Simona mondta, mi szupi. És ezt a kis cuki zoknit, mennyire aranyos, felrakjuk Plopsira. Meg ezt is. Nem tudom, hogy miért van ennyi cuccunk pluszban készen. Elmehetsz mosdóba, aztán lefeketsz aludni. Ez a te ágyad, igaz? Igen. És te hogy vagy? Neked is aludnod kéne egy kicsit, meg ehetsz egy kis maradékot.
És én itt el is köszönök tőletek, mert elég régóta játszom ezzel az epizóddal, és szerintem nagyon-nagyon sikeresek voltunk, úgyhogy tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók. Sziasztok!